Csaknem 5%-kal nőtt a GDP a második negyedévben az előző év azonos időszakához mérve. A KSH friss adatai jobbak voltak a vártnál, ami elsősorban a piaci alapú szolgáltatásoknak köszönhető. A magasabb fizetések miatt többet költöttek az emberek, így a kiskereskedelmi forgalom is jelentősen emelkedett. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint az ipari termelés, a fogyasztás, a foglalkoztatás és a beruházások várható bővülése hosszabb távon is fenntarthatóvá teszi a magyar gazdaság erősödését, úgy, hogy közben nem nő az adósság. Kecskés András egyetemi docenst, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetőjét köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket! A Központi Statisztikai Hivatal kedden kiadott második becslésében, ugye 4,8%-os második negyedéves GDP adatról számolt be az előző év azonos időszakához mérve. Minek köszönhető az előzetesen közöttnél 0,2%-pontnál jobb adat? Az adat meglepetésként érte a hazai elemzőket, egyébként a piacot is, és a magyar gazdaság struktúrájának a kiegyensúlyozott jellege köszön vissza benne, tehát azt láthatjuk, hogy a háztartások többet fogyasztanak, ez nagyon jó a gazdaságnak. Ez annak köszönhető, hogy a kormány egy nagyon komoly bérfejlesztési politikát hajtott végre az utóbbi időszakban. És ha visszaemlékezünk arra, hogy 3 éven keresztül közel 12%-kal nőttek az átlag jövedelmek Magyarországon, akkor logikus, hogy fogyasztási oldalról ennek egy nagyon komoly része visszafolyik a gazdaságba, növeli a GDP-t. De nem lassultak olyan klasszikusan jól működő ágazatok sem, mint az építőipar. Látjuk a GDP összetételből, hogy nagyon balanszírozott, nagyon kiegyensúlyozott a növekedése, az ipari termelés, a belső fogyasztás, és az agrárszektor és a szolgáltatási szektor között. Így tehát úgy gondolom, hogy egy pozitív jövőképpel nézhetünk az év további részére, és a belső fogyasztás lett most a magyar gazdaságnak az a motorja, ami úgy gondolom, hogy azért az életszínvonal növekedésében is látszik. Tehát ez nem csak gazdasági szempontból fontos, ez egy társadalmi eredmény is. Csak összevetésképpen mikor volt utoljára ilyen mértékű, vagy ilyen ütemű a növekedés? Hát ugye a növekedés évek óta hasonló ütemű, tehát ezt a 4%-ot meghaladó. Ebben inkább az a szép, hogy nem múlik, és hogy azért megjegyezném, hogy olyan körülmények között történik, ahol visszaköszön a jó gazdaságpolitika és annak az eredményei. Ugye hát azért az ellenzéki oldalról sokat kritizált gazdaságpolitikai megfontolások utólag zömében helyesnek bizonyulnak. Most egy példát említve. Ugye nem evidens az, hogy például a magyar gazdaságban ilyen jól kellene állnunk, európai átlagban, ilyen európai összviszonylatban az eladósodás tekintetében. Ugye ez a fogyasztás, ez Magyarországon egy durván jövedelem arányosan 20%-os eladósodottság mellett jön létre, ami az EU átlagában 40%, jobban állunk, van tartalék, és ha belegondolunk abban, hogy krízisövezetekben, mint Törökország 60-70%-ig csúszik föl, és ráadásul dollár adósságban, ami ugye most egy sokkal veszélyesebb történet, akkor beláthatjuk, hogy ebben a tekintetben nemhogy az élmezőnyben, hanem az élmezőnyből kimagasló helyen vagyunk. Azt mondja, hogy tartható, de mondjuk ugye azt is tudjuk, hogy 2,2% most az uniós átlag. Egy ilyen klímában, egy ilyen környezetben meddig tartható ez a növekedés? Ez egy nagy kérdés, mert hogyha lesz egy rendszer szintű krízis, ugye az elemzők 19-re már azt mondják, hogy ez elérheti a piacokat, akkor nyilvánvalóan ez meglátszhat majd a GDP adatokon. De azért a dologhoz én úgy gondolom mégis hozzátartozik, hogy ennek is felkészülten megyünk neki. Erre egyébként lehet készülni, vagy csak lehet, ilyenkor kell venni egy nagy levegőt, és túl kell élni? Hogyne lehetne. Hát például, amit a Magyar Nemzeti Bank gazdaságpolitikát fejlesztő, serkentő elképzelései közül megragadhatunk most itt a stúdióban, azok közül kettőt feltétlenül érdemes említenünk. Az egyik az, hogy nagyon helyesen ugye a jövedelem arányos 20%-ban maximálta a jegybank az adósság törlesztésre szánható pénzmennyiséget,
Így tehát korlátozhatjuk a lakossági eladósodást. Ez egy nagyon fontos lépés. Arra is emlékezzünk azért vissza, hogy júniusban, júliusban más sem hallhattunk az ellenzéki sajtó orgánumokban, hogy milyen nagy baj van itt a forinttal, miért nem csatlakozunk az amerikai Federal Reserve stratégiájához, miért nem fűtjük a kamatemelést, és ezzel tulajdonképpen az eladósodást tudtuk volna csak fűteni, és igaza volt például a Magyar Nemzeti Banknak abban, hogy ez egy rendszer szintű valutakrízis, ami a feljövő piacokat érintő kérdésekből húzódott át a magyar fizetőeszközre is. Láthatjuk, hogy nem volt ez olyan súlyos, mint ahogy akkor értékelték, és a higgadt, megfontolt és a kamatszint alacsonyan tartott jellegénél maradt a Nemzeti Bank. Ez újabb tartalékot ad nekünk most az esetlegesebb, nehezebb időkre. Orbán Viktor talán a legutóbbi Köcsei találkozón fogalmazott úgy, ugye valóban a krízise való felkészülése, hogy a tartalékképzés az egyik, az eladósodás visszafogása, és a másik pedig, hogy régiós viszonylatban gondolkozik gazdaság tekintetében. Megnézve mondjuk a V4 országok teljesítményét, hogyan állunk régiós viszonylatban ezzel a GDP adattal? Hát tulajdonképpen, hogyha összevetjük, akkor azért kimagaslóan jól, mert ugye bár volt arról szó az elmúlt időszakokban is, hogy magasabb GDP adatokat termel mondjuk Románia, de azt lehet mondani, hogy azért ott a bázisérték is jóval alacsonyabb volt. Az, hogy az előrejelzések tekintetében ugye mindenki azt gondolta, hogy Magyarországon ez a 4% fölötti GDP növekedés ez vissza fog zuhanni egy 3% körüli értékre, az regionális viszonylatban is egy impresszív dolog. De még egy fontos körülményre érdemes szerintem ráirányítani a figyelmet, hogy azért a magyar kormány, és ebben ugye a beruházási aktivitás fejlesztése szempontjából és a gazdaságfejlesztés szempontjából egy nagyon komoly eredményt ért el, hogy most rengeteg olyan előlegezett forrást bocsájtott a fejlesztési ágazatokba, amit utána azért minden valószínűség szerint most az Európai Uniótól visszakap a költségvetés, tehát ez nem jár költségvetési réssel sem, nem kell ettől tartani. Hogyha már itt az uniós forrásoknak tartunk, a Banque de France egészen friss tanulmánya azt mondja, hogy a gazdasági teljesítményünknek majdnem a hatoda eltűnne, hogyha nem lennénk uniós tagok. És mindig felmerül a kérdés, hogy ebben a GDP adatban milyen arányban vesz részt az uniós források felhasználása, és mennyi a magyar gazdaság saját potenciája? Én úgy gondolom, hogy ez egy erős túlzás. Egyrészt most, ha nem lennénk, de hát uniós tagok vagyunk. A magyar gazdaság struktúrája az Európai Unió struktúráján belül működik, úgyhogy ez a kérdés felvetés igazságtalan, de miután én kiemeltem, hangsúlyoztam, hogy a belső piaci fogyasztás és a balanszírozott ipari mezőgazdasági szolgáltatási szektor teszi ki, nem tűnne el ez a részarány. Meggyőződésem, hogy nem tűnne el, de még valami. Nagyon-nagyon fontos beruházások valósulnak meg az elkövetkező években. Debrecent ugye a BMW fogja majd ilyen szempontból húzni. Ez egy óriási eredmény, mert a Budapest központú, csúnya szóval élve, vízfejűségnek egy nagy pofon lesz majd most, amikor egy jelentős vidéki város ilyen beruházást kap, és ott az alvállalkozók, a munkaerő, és más olyan tényezők hatalmas gazdasági potenciált tudnak felmutatni. Hadd emlékeztek arra, hogy az előrejelzések szerint 1,5%-ot jelenthet további GDP növekedésben ez az elmúlt 3 évben. Tehát nem csak eredményeink, tartalékaink is vannak. Kecskés András, köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm. Szünet, hírek, és utána folytatjuk a második résszel.